Közel 6000 négyzetméteren épül a Pécsi Tudományegyetem új parkolóháza a 400 ágyas klinika mellett. A kétszintes létesítmény a Modern Városok Program utolsó eleme. 196 parkolóhelyet alakítanak ki, mintegy 1,2 milliárd forintból. A beruházást bemutató sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Szigeti úti kampusz elsőként igyekszik szakítani a zárt egyetemek hagyományával. Éves szinten közel 100 000 fekvőbeteg kerül ellátásra, több mint 1,5 millió járóbeteg ellátási esemény történik a klinika központ teljes területén, akkor létfontosságú, hogy ebben az igen drága üzemben a lehető legmagasabb szinten tudjuk az infrastruktúrát biztosítani. Ezek folyamatosan történnek a Pécsi Tudományegyetem területén, különböző telephelyein. A parkolóbővítés a Honvéd utca felől hivatott enyhíteni a város környező útszakaszainak forgalmi terheltségén. Az eseményen Kővári János kiemelte, hogy hamarosan tárgyalásokat tartanak az egyetem vezetőségével annak érdekében, hogy a pécsi lakosok is használhassák az elkészült parkolót. Nyilván elsősorban az egyetemi dolgozók, a konferencia tevékenység vagy a betegellátás lesz az elsődleges ebben a parkolóban, ezt fogja kiszolgálni. De ami még örömhír, hogy mellette van egy játszótér és egy nyitott park is, amire szintén a helyieknek nagy igénye van, és ezt már használhatják. A mögöttünk lévő létesítményt pedig, ha minden jól megy, akkor ősztől fogják forgalomba állítani. A létesítményben egyébként az alsó szinten 96, még a felső szinten 100 jármű fér majd el, de elektromos töltőállomások is helyet kapnak. A két szinten pedig elkülönített forgalomkezelésére is van lehetőség.